van-e olyan, hogy tusványosi életérzés, vagy esetleg ideológia? Életérzés biztos, hogy van. Aki egyszer ott volt, az megtapasztalhatta. Aki többször, az át is érezhette és magáévá tehette. Azt a nagyon sajátos, megengedő, befogadó, a mindennapjainkra odafigyelő értékek ezek. A barátság, a mindenkit szeretünk tusványosan, örülünk, hogy együtt vagyunk. Tehát ez az a bizonyos tusványosi feeling. Az, hogy ideológia van-e, azt nem tudom. Azt hiszem, az ideológiák alkonyát éljük amúgy, úgyhogy nem is érdemes egy tusványos ideológiát gyártani, de az biztos, hogy tusványos valahogy egy olyan Kárpát-medence életérzés, amely csak itt érezhető, és aki nem volt, az nehezen is érti meg. Aki viszont egyszer eljött, az megérte, hogy miért akar oda folyamatosan visszamenni. Tusványoson mindig erős műhelymunka zajlik a front office-ban, hogy így mondjam, a nyilvánosság előtt eladások zajlanak meg szórakozás, de a sátrak mögött, meg a háttérben mindig is erős műhelymunka, úgy szoktuk vicces mondani, konspiráció folyik. Nagyon sok minden született meg ezekben a boszorkány konyhákban, amik a háttérben zajlottak. Ahogyan említetted, valóban a státustörvénynek a gondolata itt született meg, vagy a Szapjánci Erdély Magyar Tudományegyetemnek a szükségessége, a kettős állampolgárság itt vetődött föl. Tehát ezek először talán ilyen kísérleti jelleggel bedobtuk a témát. Elkezdték csócsálni, elkezdtünk rajta gondolkodni. A két tusványos közötti évben persze azért történtek dolgok, és nagyon jó érzés most így a 30 év táblatából számba venni azokat a nagy nemzetpolitikai kérdéseket, amelyek először itt hangzottak el. Először talán a boszorkány konyhában, azután valamelyik sátorban, valamelyik műhelyben, és utána átkerült a kérdés a politikának az asztalára, akár a Magyarországgyűlés, akár a bukaresti parlament foglalkozott vele, és most 30 év táblatában azt látjuk, hogy teljes természetességgel beszélünk a magyar állampolgárságról, éljen bárhol magyar nagyvilágban. Egyik kedvenc történetem az, amikor egyik délután a fősátornak az egyik meghívottja a 2000-es évek elején lehetett. Ez valamikor a bukaresti kormány stratégiai fejlesztési minisztere, nem úgy egy erdélyi ember volt ő, kolozsvári. Valószínűleg ez vezethette rá arra, hogy akkor elmert jönni tusványosra, mert túl sokan nem merészkedtek el aktív kormánytagok. És már nem emlékszem a témára, mert nem is ez volt a lényeges, hanem az, hogy egy a tusványoson megszokott beredek természeti húzással egy olyan vihar kerekedett, ami besodorta körülbelül ilyen 400-500 embert a kis fősátor alá, ahol normálisan olyan 100-150-en férnek el. Gombostűcse lehetett leejteni, egymás mellett álltak, csodálták az időjárásnak a tombolását. A tömegben ott állt az illetékes miniszter is, és valaki elkezdett egy nótát énekelni, egy Kossuth nótát amúgy. Elfajult a dolog azután, hiszen ez a 400 ember meglehetős erős hangerővel próbálta a vihart és a dörgést lenyomni és hangosan énekelni azt, hogy Kossuth Lajos azt üzente. Mellettem állt az említett miniszter, és őszinte halálfélelmet láttam az arcán. Pedig tényleg békésen énekeltek, de olyan lelkesen, hogy utána megvallotta, hogy ilyet ő még életében nem érzett. Mondtam, hogy na látod, ugye azért túlélted a dolgot, igen, azt mondta, de azóta azért tusványosra nem jött többet el. Nos, ez is hozzátartozik tusványoshoz, hogy hihetetlen össze tudja kovácsolni most egy fizikai térben is a fősátor alá, de amúgy lelkileg is az embereket. Egyrészt a változatosság, másrészt pedig a közös sors, harmadrészt pedig az, hogy jó érzés azért együtt lenni, és ez egy olyan történet, ami azt gondolom, hogy a miniszternek is megmaradt, azoknak is, akik ott voltak akkor éppen jó időben, jó helyen, vagy akár rossz időben, jó helyen, de mindenkinek valahogy elmond sok mindent tusványosra.